gyerekkoromban azzal, hogy ki voltam téve a klasszikus zenének viszonylag sokat, óvatatlanul megszerette az ember ezt a műfajt. Én csak sokkal később tudatosult ez bennem, hogy valójában én ezt szeretem. De hogy az ember úgy felnő, valahogy szeret visszanyúlni a gyerekkori élményekhez, emlékekhez. És nekem valahogy a klasszikus zene is ilyen, hogy amikor a klasszikus zenét hallgatom, akkor egy kicsit a saját gyerekkoromba megyek vissza, és ez természetesen nagyon jó élmény. Szeretek ilyen nagyon határozott célokat szabni, mindenhol, ahol megjelenek befektetőként, vagy ahol menedzserként dolgozom. Ez azt hiszem az egyik szerepem is a Marianné felé. Én most önkényesen kitűztem egy célt a Mariannak tegnap, amit úgy fogalmaztam meg, hogy jó lenne, ha 100 millió ember tudná a világon, hogy mi az a virtuózok. Nem ijedt meg tőle, úgyhogy ez nagyon bíztató volt számomra. Annyit meg tudok ígérni a Mariannak, meg a csapatnak is, hogy nagyon szívesen elmondom a véleményemet. Aztán, hogy megfogadják-e azokat az ötleteket, ez rajtuk fog múlni. Picit szerény, én azért hozzátenném, hogy hónapok óta együtt dolgozunk, és már workshopokat is tartott nekünk, és én azt gondolom, hogy már most egy pár dolog elég jól beívódott, hogy hogy kellene másképp csinálni. Egy kedvenc mondatom, amit Benitől hallottam, az vagy mondata, amit ő mondott nekünk, hogy a magyarok képesek összerakni a csodálatos aranyrakétát, csak aztán nem nagyon tudnak vele a nemzetközi térben mozogni, és igazából én ezt várom, hogy lehet jól a nemzetközi térben mozogni, és ehhez már tettünk egy-két olyan lépést, ami azt gondolom, hogy az előnyünkre fog válni. Nekem borzasztóan tetszik a csapatnak a lelkessége, a lelkesedése. Ezt a kollégáim tudják, hogy én általában emberekbe szoktam fektetni. Én abba hiszek, hogy a komitált, jó képességű emberek, amikor sokáig hisznek valamiben, és azért hajlandóak dolgozni, abból előbb-utóbb szokott valami jó dolog születni. És én azt látom, hogy a virtuózokban ez megvan. Tehát az ötlet is megvan, és ez az energia is megvan. Nekem személyesen az nagyon tetszett, hogy a Marian az egészet leprezentálta nekem Svájcba, őszintén szólva. Az a fajta hit és elkötelezettség, ami benne van a Marianban. És engem végül is az fordított át, őszintén szólva, hogy ide üljek, és része akarjak ennek a történetnek lenni. Lakatos Benjamin, aki azt gondolom, hogy a pénzügyi téren, amit el lehetett érni magyarként, azt mindent elért. Tehát nekem óriási példaképem mindenki, minden egy cég tulajdonos társam, és azt hiszem, hogy ez így most nagyon jó a fókusz, hogy férfiak, mert hát mindig azt mondják a cégtársaim, hogy a virtuózok az nő. Most azt hiszem, hogy ez megcáfolódott, és nagyon örülök, hogy hallgathatok rátok. Én meg a többiek nevében köszönöm neked, vagy köszönjük neked ezt a bizalmat, amit adtál mindannyiunknak, és köszönjük, hogy része lehetünk ennek.